A napi aktuális extra lezáró beszélgetése, pedig a mai műsorfolyam egyik lezáró beszélgetése Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettese. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt a stúdióban. Jó estét kívánok. Nézzük meg egy bejátszót, és utána neki is ugrunk a beszélgetésnek. ...2004-ben én nagyon sokat tartózkodtam Budapesten, hiszen a Neveléstudományi Doktoriskolának voltam a diákja, és én úgy emlékszem vissza, jól emlékszem erre az időszakra, hiszen benne voltam a kampányban is gyakorlatilag Budapest központjában. Ezért nagyon sok megalázó szituáció, illetve azért némi nevetséges szituáció is volt ebben a kampányidőszakban, hiszen volt olyan, amikor tömegközlekedési eszközön akarva akaratlanul is hallottad, ugye, hogy miről beszélgetnek az emberek melletted, és hát ilyen 1,5 millió kárpátaljai magyarra, illetve ukrán magyarra, 3 millió román magyarra riogatták akkor Magyarország lakosságát. Nagyon nehéz volt viselni azt határon túliként, amit ott hallottunk abban az időben, hiszen identitásban, nemzeti összetartozás érzésében rettentő sebeket szenvedett a magyarság 2004. december 5-én. Maga a választási kampány is, ahogy mondtam, a szocialista kormány, szocialista vezetés részéről olyan negatívumokat hallhatott, még emlékszünk talán azokra a plakátokra, amelyek arról szóltak hosszan, hogy ne fizessünk rá, ne adjuk a mi családunk jövőjét, boldogságát és anyagi jólétét a határon túli magyarságért, ne adjon minden család havi 20 000 forintot a határon túli magyarakért. Miniszter úr, hogyan emlékszik vissza nem csak a kettős állampolgárságról szóló népszavazásra, hanem az azt megelőző politikai kampányra is, hiszen az is egy elképesztő történet volt, egy elképesztő fejezet volt a magyar politikai kultúrában. Hogyan emlékszik vissza erre? Hát ez Gyurcsány Ferenc vezette baloldalnak egy manifest hazárulása volt, amit nem először tettek meg, hát ezt tették 1919-ben, ezt tették végeredményben 45 körül, utána ezt tették 56-ba, nincs új a nap alatt. Az igazság az, hogy miután a magyar nemzet határai is Magyarország nem esik egybe, Trianon katasztrófájának a következtében és a náci és bolsevik diktatúra következtében az emigráció miatt, ezért a legtermészetesebb az lett volna, hogyha 1990-ben az országgyűlés kimondja, hogy minden magyar bárhol él a világban teljes jogú magyar állampolgár. Emlékezünk vissza, hogy amikor Antal József csak annyit mondott, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke, hogy hördült föl az akkori SZDSZ és az akkori balliberális oldal, hogy támadta meg. Na most, nyilván túlfeszíteni a műsornak a határidejét, hogyha ezt most végignéznék, akár 1919-től Gyurcsányig, bár teljesen kontinuális a sor, manifest hazaárulás, a baloldal karaktere. A másik pedig az, hogy még az is érdekes lenne, hogy jutottunk el Antal Józsefnek az a mondatától, ami egy, akkor egy nagy mondat volt, hogy lélekben 15 millió magyar, majd jött a státusztörvény, ami mégiscsak egy intézményes kapcsolat volt a magyar állam és a külhoni magyar ember között, ennek a teljessége a teljes jogú állampolgárság, és nincs A és B kategóriájú állampolgár, nincs Magyarország és külhoni magyar állampolgár, egy magyar nemzet van, egy magyar állampolgársággal. Tehát ahhoz, hogy ezt megértsük, érdemes egy picit visszamenni a ma 2004. december 5-i nemzetárulásig. Én azt állítom, hogy ez úgy mondja a teológia, hogy mysterium infinitatis, a gonoszság misztériuma, hogy valójában még a saját szempontjukból is irracionális volt, amit csináltak. És amire nincs más magyarázat, csak a magyar nemzet iránti, mondjuk zsigeri rigiditás, mondjuk a legfinomabban. De ez a baloldal egészére jellemző volt? Hát, nem egészen. A kormányzó pártokra, csak az SZDSZ-re? Nyilván mondjuk Szili Katalinra nem. Nyilvánvaló mondjuk Pozsgai Imrére nem, Szűrös Mátyásra nem. Tehát mindig volt egy népi baloldal, aki nem volt hazáruló, de a mainstream, az acéli mainstream, és most a Gyurcsány vezette baloldal, az ez a 19-es Linder Béla, Károlyi Mihály, Samueli típusú világnak a lelki örökösei. Na most miért állítom azt, hogy az ő szempontjukból sem volt racionális? Tehát mi a helyzet? Mitől féltek ők? Attól féltek, hogyha a külhoni magyarság szavaz, az nem nekik kedvez. Ebben a helyzetben, ha nem lenne... egyszerű politikai számítás lett volna, tehát hogy aki határon túli, az biztos, hogy nem a baloldalra szavaz. Ez hát ennyire, politikai, ennyire egyszerűen eldöntötték politikailag?
Ez egy ténykérdés szerintem. Tehát ez most már ez 100%-ossá vált, vagy 97%-ossá, aminek az oka az, hogy a 2004. december 5-i hazárulást és nemzetárulást a külhoni magyarság soha nem fogja megbocsájtani a Gyurcsányéknak és a baloldalnak. Megjegyzem, a gondviselés nagy dramaturg, mert 14-ben is és 18-ban is a külhoni magyarok szavazatával lett meg a kétharmadunk. Tehát Isten nem verbotta. Tehát a jóisten megbüntette a baloldalt ezért a hazárulásért. De amiért érdemes visszamenni, mégiscsak amiért azt állítom, hogy az ő szempontjukból sem volt racionális, mert az rendben van, hogy az egy józan politikai mérlegelés volt, egy erkölcsileg helytelen, de mondjuk pragmatista alapon átlátható értékelés volt az ő szempontjukból, hogy a külhoni magyarság nagyobb arányban fog a keresztény nemzeti pártokra szavazni, mint a balliberális pártokra. Ez olyan nagy tudás nem kellett. De ha csak ebből indultak volna ki, és nem lenne a magyarság iránti ellenszenv, akkor a Gyurcsány részéről az lett volna racionális, hogyha azt mondja, kedves magyar nép, élére állok a népszavazásnak. Igen, a külhoni magyarok kapják meg a magyar állampolgárságot. És soha többet nem mondhatjátok a baloldalra azt, hogy nemzetellenes. De úgy adjuk meg, hogy vannak a magyarországi állampolgárok, akiknek van szavazati joga is, mindenféle más kedvezmény, és vannak a külhoni magyar állampolgárok, akik ebből ki vannak zárva, de mégiscsak van egy állampolgárságuk. De nem ezt tették. Ők a közjogi nemzetből akarták kirekeszteni egyszer is mindenkorra a külhoni magyarságot. Ez a nagy különbség. Politikai taktikázás volt, politikai baklövés volt, ahogy említette, SZDSZ-nek a zsigeri hungarofóbiája. Az pontosan. Ebből állt össze ez? Hát ez van a mélyen, a hungarofóbia, ez van a mélyen. És az a sekélyes politikai számítás, hogy valószínűleg a politikai kár és nyereség egyenlege az ő számukra a kár irányába billent volna ki. De egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen kérdésben, mint a külhoni magyarság állampolgársága, nem lehetne olyan mérlegelést csinálni, hogy most kicsit többet hoz, vagy kicsit többet visz. Ez egy alapvető erkölcsi kötelessége a mindenkori magyar államnak. De itt tudja, szerintem van még egy különbség a kettő között. Mi nemzetben gondolkodók, jelen esetben a magyar jobboldal, a Fidesz-KDNP, mi azt mondjuk, hogy Magyarország a magyar nemzetnek az állama, és a magyar állam az a magyar nemzet politikai önkifejeződése. Ezért a magyar állam természetesen felelősséget visel minden magyarért, bárhol él a világon. Hiszen Magyarország a magyaroknak az állama. Persze vannak az őshorsos nemzet és a többi, akiket részei a magyar nemzetnek közjogi értelemben, de a magyar állam mégiscsak a magyar nemzetnek a politikai önkifejeződése. A balliberális oldal ezt élesen tagadja. Ők azt mondják, hogy vannak bizonyos területi egységet, amíg most éppen elnevezhetjük Magyarországnak is, ez a 92 000 négyzetkilométer, és a magyar állam azokért a lakosokért felelős, akik éppen ezen a területen laknak. De az, hogy ő neki most magyar identitása van, vagy nincs, az egy magánidős tevékenység az ő szempontjukból. Tehát az a különbség, hogy mit gondolunk a magyar államról és a magyar nemzetről. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar állam és Magyarország az a magyar nemzetnek az állama, ezért természetes, hogy minden magyar bárhol él a világon, tagja ennek az államnak, és a magyar nemzetnek, és a magyar államnak ezt politikailag is ki kell fejeznie. Ők ennek az ellenkezőjét gondolják. Nagyon érdekes volt, Potápi Árpád János államtitkár volt az első vendég a műsorban, és ő mondta, hogy ezt mondta Antal a kormány, vagy ezt mondta az Antal kormány, hogy 15 millió magyar lélekben, tehát hogy mennyire fontosnak tartották már akkor is ezt, és a Horn kormány igazándiból nem tett ez ellen, tehát nem dolgozott a határon túli magyarok ellen. Utána az Orbán kormány megalakította a magyar állandó értekezletet, nagyon sok olyan gesztuspolitikát folytatott, amivel segítette az ő életüket, és 2002 után jöttek Gyurcsány Ferencik, aki az egészet felrúgták, ezt a konszenzust felrúgták, és azt mondták, hogy teljesen leállítják az egészet. Ekkora politikai baklövés, illetve nemzetárulás azért azt gondolom példanélküli a magyar történelem. Ez így van. Ők nem a Kádár rendszerre mentek vissza, hanem 1919-re ebben a kérdésben. Tehát amit ők csináltak, az manifest, tehát az nem Horn Gyula, hanem Linder Béla. Pontosan ez történt. Egyébként volt, ahogy volt, ez egy lelki trianont okozott. A baloldali kormány művelte, de a magyar állam minden kormányáért felelős. Ezért tehát
azt eldöntöttük, hogy mielőtt még megalakulna az új kormány, ahogy megvolt 2010-ben a kétharmados parlamenti felhatalmazásunk, mint Fidesz-KDNP, azonnal is elsőként ezt a törvényt hoztuk meg, hogy annyira amennyire lehet, jóvá tegyük ezt a lelki sebet, ezt a lelki Trianont. Egyébként még anyám fordította romáról magyarra az állampolgársági törvényt, és ez azért volt jó, mert ugye Romániának olyan törvényt kellett hozni, amivel ki tudta terjeszteni a román állampolgárságot a Prutontúra, tehát Moldáviáról, Besszarábiára is. Na most ezért tudtam mondani Băsescu elnök úrnak annak idején, hogy ugye, kedves román barátaink, olyan nagyszerű törvényt csináltatok, hogy ez alapvetően nekünk is jó. Ha románok kiterjeszthették Besszarábiára, akkor mi is kiterjeszthetjük Erdélyre. És ez volt a legfontosabb, ugye azért az erdélyi magyarság messze a legnagyobb. És így, noha voltak viták például Szlovákiával kapcsolatban, de itt volt az a kegyelmi pillanat, amikor ezt meg lehetett tenni. És még egy érdekes dolog egyébként, amikor meghoztuk, még a nemzetárulások után, de még a választások előtt, megkerestek vezető politikusok a szocialista párttól, mert ők is érezték, hogy ez egy olyan történelmi stigma, amit soha többet nem tudnak lemosni magukról. És azt ajánlották, hogy mégiscsak egyezzünk meg valamilyen olyan megoldásba, hogy nem vonatkoznak mondjuk a szavazati jog, meg egy csomó minden a külhoniakra, de mégiscsak legyen egy kvázi állampolgárságú. És akkor azt mondtuk, hogy nem, most már várjuk meg a választásokat, és a választások után mi meg fogjuk adni a teljes jogú állampolgárságot, mégpedig azért, mert a külhoni magyarok nem kvázi magyarok, hanem magyarok. Ezért nekik nem kvázi állampolgárság jár, hanem teljes jogú állampolgárság. Erről van egy bejátszunk, ezt nézzük meg, és utána folytatjuk a beszélgetést. Úgy gondolom mindenképpen, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon jó fejlemény, hogy ez így történt, és hogy végül is sokan fel tudták venni a kettős állampolgárságot. Természetesen örömmel tölt el engem is személyesen, és ez a természetesen nem csak azért mondom, mert így jön a mondat, vagy így jön a számra, hanem arra gondolva, hogy végül is sokféle szempontból összetartozik a magyarság, hogyha átgondoljuk, és nekem például két olyan szempont is eszembe jut, ami a szakmámhoz is kötődik, mint műfordító, meg mint kulturális menedzser, ugye az egyik a nyelv, a magyar nyelv, amiben mindnyájan együtt vagyunk, a másik pedig a magyar kultúra, amiben szintén egységesként éljük meg a magyar kultúrát. De ezek ugye lényegében fontos, de lelki, valahol mélyen bennünk rejtőző dolgok, és én azt gondolom, hogy az, hogy létezik a kettős állampolgárság intézménye, és hogy ezt remélhetőleg minél többen igénylik azok is, akik még nem tették, az azért fontos, mert minden ilyen hivatalos formája ennek az összetartozásnak, az megerősíti lényegében a lelki összetartozást is. Egyfajta kötelességnek éreztem, hogy kérjem a magyar állampolgárságot is, mivel nekem nagyapám, ő még a magyar világba született magyarnak, tőle elvették, és ezt egész gyerekkoromban, felnőtt koromig hallgattam a szüleim által, testvérei által, hogy ez mekkora traumát okozott, és hát bizony a jelenkori problémák, amivel küzdünk, nem kell ugye taglaljam, azok még inkább nyomatékosították, hogy valamilyen féleképpen ezt tegyem jóvá nagyapámmal szembe. Ő a magyar hazáért halt meg orosz fogságba, úgyhogy ilyen egyszerű volt, bennem ez fogalmazódott meg. És rengeteg ilyen történet lehet még, amit talán soha nem fogunk meghallani, de ez van a mélyén, én azt gondolom, és ezek a szavak azok, amik igazán megmutatják, hogy akik ott élnek, elszakítva az anyaországtól, ők mit éreznek, és ők mit gondolnak. És nem indulat van bennük, hanem az a vágy, hogy csatlakozhassanak, hogy az anyaországhoz tartozhassanak, és ezt vették el tőlük december 5-én. Tehát hogy ez mind kifejeződik, én azt gondolom, ezekben a szavakban. Ez így van, azért tényleg megrendítő, amit a hölgy mondott. Ez az igazság. Tehát ugye most teljes joggal mondhatjuk, nagy büszkeséggel, és egyik nekem személyes politikai életcélom is volt, a Nemzetközi Jogi Egyesítése, hogy jóval több most már, mint 1.100.000 nemzettársunk vált honfitársunká és polgártársunká. Tehát több mint 1.100.000 ember vette föl a magyar állampolgárságot. De ez így csak önmagában egy szám.
De ezek mögött, a számok mögött emberi sorsok, családok kálváriája, akiket 100 éven keresztül bozgoroztak, ugye azért román kifejezés, hogy hazátlan, hazátlannak nevezték. 100 évig hátrány volt Trianon óta, hogy valaki magyar. Épp itt az ideje, hogy előny legyen. És ezért nagyon helyes, hogy soha nem látott külhoni magyar támogatás van, meg tízszereztük, valójában még jóval több, mint tízszereztük a 2010-hez képest a külhoni magyarok identitás megőrző támogatását, gazdaságfejlesztést csinálunk, olyan támogatásokat, hogy végre a határon túli magyarságnak, akinek 100 évig hátrány volt, hogy magyar, most végre legyen előny. És még csak egy gondolatot érdemes fölidézni 2004. december 5-ével kapcsolatban, hogy akkor a közjogi nemzetből a Gyurcsányék ki akarták rekeszteni a határon túli magyarságot. Miközben egyébként ugyanezeket a jogokat szemrebbenés nélkül adják meg az Európai Unió minden polgárának, ez akár még helyes is, de az, hogy például a migránsoknak nagyobb jogokat akarnak adni, akik Magyarországra idejönnek, egyébként ránk törik az ajtót föl, átvágják a kerítést, és rátörnek Magyarországra, ezeknek meg akarják adni azt a jogot, amit a magyar véreinktől megtagadtak. Na erre mondom, hogy ez a magyarság zsigeri gyűlölete. Ez van az egész baloldal mögött. Minket pedig a magyarság szeretete vezényel. Az a küldetés, hogy a magyar nemzet mindig is egy volt, mint kultúrnemzet. A közös nyelv, a közös történelem, a közös kultúra, a magyarság. Történelme, magyarság kultúrája, magyarság nyelve. De a magyar nemzet nem csak kultúrnemzet volt a történelem folyamán, hanem politikai nemzet is, aminek a legszebb kifejeződése a Szent Koronához való kötődés. És most helyreállt az, hogy az a kultúrnemzet, ami mindig is egy, bárhol él a világban, az most közjogi értelemben is egy, azáltal, hogy az állampolgársággal a magyar politikai nemzethez tartozhat, a magyar közjogi nemzethez. És ezért nagyon helyes, hogy a külhoni magyaroknak is a politikai akarata megtestesül az országgyűlésben. Aktuálpolitikai kérdésekre visszatérve, Márki-Zay Péter lett a baloldal miniszterelnök jelöltje, az ellenzék vezér, hogy kapitánya, ahogy Gyurcsány Ferenc mondta, de azt látszik, hogy Gyurcsány Ferenc ugyanúgy ott maradt mögötte, és a nemzetpolitikai kérdések terén is Márki-Zaynak elég érdekes elképzelései vannak, hogy nem veszük vissza a jogokat, de látszik az, hogy ő nem annyira szimpatizál ezzel az egész kérdéssel. Hogy látja, miért nem tudnak konszenzusra jutni? Tehát a Momentum például, amelyik szemrebbenés nélkül román vagy szlovák jelöltet támogatna magyar jelölttel szemben, ugyanúgy része ennek az ellenzéki összefogásnak, mint a Jobbik, amelyik mindig is a határon túli magyarokért kampányolt, most viszont változtak ezek az idők. Mire vezethető ez vissza össze? Azért szögezzük le, hogy a Jobbik pontosan ugyanabban a nemzetárulásban van most, mint amiben Gyurcsány Ferenc, hiszen abban a szekértáborban van. Számos módon gyalázták az elmúlt időkben a jobbikosok a határon túli magyarokat, miután a határon túli magyarok nem támogatták a Jobbiknak a árulását, ahogy átálltak a nemzeti radikalizmustól a baloldalhoz. Megjegyzem, a nemzeti radikalizmus idején is manifest hülyeségeket beszéltek, mert könnyű Budapestről nagy dolgokat, kemény vad dolgokat mondani, de egészen más, hogyha mondjuk az ember ott él az elszakított területen, ott azért más jelentenek a szavak, és más következményei vannak. Tehát addig is felelőtlen volt a Jobbik, amíg a nemzeti radikalizmus oldalán állt, mert felelőtlenül beszélt össze-vissza, nem gondolva arra, hogy mi lesz a következménye azok számára, akik ott élnek az elszakított területeken, de a nemzeti radikalizmusból mindent feláttak, és beálltak Gyurcsány Ferenc mögé. Ráadásnak gyakorlatilag most már csak a romjai maradtak a Jobbiknak. A Márki-Zay tekintetében pedig először is azt a kérdést kell föltenni, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit beszél. Először is össze-vissza beszél. Mindent mondott már meg az ellenkezőjét. De a helyzet az, hogy oly mindegy, hogy mit beszél, mert ő aztán milyen befolyása van neki a világ sodrára. Ténylegesen parlamenti frakciója, képviselői csak Gyurcsány Ferenc pártjának lesznek érdemben. Tehát, hogy mi fog történni a baloldalon, az Gyurcsány Ferenc fogja megmondani. Eddig is ő mondta meg, ezután is. A Márki-Zaynak még pártja sincsen. Pártja sincsen. Nemhogy meghatározó képviselő csoportja. Hát ő a kapitány. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy mindenben engedelmeskednek, és az ő tanácsait, parancsait követik. Hát azért az látható, hogy nem azért tisztem, hogy az ő helyzetüket elemezzem, de a helyzet azért az látható, hogy például október 23-án is hagyta, hogy úgy mondjam, pofára esni. Látható, hogy kilépett mögül le. Na lássuk. Tehát ezért azt gondolom, hogy a baloldal mozgása szempontjából Márki-Zay gyakorlatilag nem létezik is érdektelen. Az számít egyedül, hogy Gyurcsány Ferenc mit csinál. Sajnos azért,
mert ő gyűrte maga alá a baloldalt. És amit említett is, a baloldalnak a mentalitását semmi sem mutatja jobban, mint például az erdélyi választásokon a Momentum amellett kampányolt, hogy az esélyes magyar jelölttel szemben egy román jelölt mellé álltak föl, és például az egyik képviselőjük nem átallotta azt mondani a Felvidéken, hogy a felvidéki magyarok legyenek jó szlovákok. Megjegyzem, ilyet még Benes sem mondott. Az rendben van, Donát Anna, csak nem akartam nevet mondani, de mindegy. Az rendben van, hogy persze, a felvidéki magyarok egyébként természetesen legyenek jó szlovák állampolgárok is. Persze, legyenek jó szlovák állampolgárok, de nem jó szlovákok, de itt látszik, amit én mondom, a zsigeri magyar ellenesség. Tehát ők a felvidéki magyarokat nem tartják magyaroknak. Sőt, az ő számukra az, hogy felvidék, Erdély, délvidék, ez nem jelent semmit. Ez az alapprobléma, ez a vízválasztó a baloldal és a jobboldal között. Hogy a mi küldetésünk arra vonatkozik, hogy minden magyar embernek az életminősége javuljon, és a magyar nemzet fennmaradjon. A magyar nemzet pedig akkor tud fennmaradni, hogyha minden nemzet része fennmarad. Ha eltűnik az erdélyi magyarság, a felvidéki, a vajdasági magyarság, akkor az egyetemes magyarság csonkul meg, mi mindannyian. Ezért a mi küldetésünk az, hogy az egyetemes magyarság megmaradjon minden nemzet részével együtt, és a magyar emberek életminősége javuljon. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt volt velünk a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt a napi aktuális extra vasárnap este. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!